Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre elrendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzátette, akiket pedig igazzátett, azokat meg is dicsőítette. Akiket előre elrendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzátette, akiket pedig igazzátett, azokat meg is dicsőítette. Hallottuk a mai Szent Leckében. Megdicsőlés. Sokszor érezhetjük úgy, hogy ez egy távolabbi pont az életünkben, hogy megdicsőjünk. Talán nemigen látjuk biztosnak, végtekintve életünkön, cselekedeteinken az, hogy mi magunk is üdvözülhetünk, vagyis hogy a mennyországba kerülhetünk. Legyünk őszinték magunkhoz, és tekintsünk végig magunkon, az életvitelünkön, a sok hibánkon, bűneinken. Ezek nem azt támasztják alá, hogy olyan könnyű lenne bejutni a mennyek országába. Mai napon egyházunk Kisboldogasszonyt ünnepli, vagyis Szűz Máriának a születését. És Kisboldogasszony ünnepe arra hív, hogy Szűz Máriára tekintsünk, és próbáljunk meg tanulni tőle. Tanuljuk meg az alázatot, a szorgalmat, a céltudatosságot, a hűséget és a kitartást. Mindannyian meghívást kaptunk az Istentől. Hogy ennek az isteni meghívásnak eleget tegyünk, ezeknek az erényeknek a megvalósítására kell törekednünk, Szűz Mária példáját látva. És nagyon sok esetben életünkben hagynunk kell magunkat Isten akaratába sodorni. Nagyon sok esetben saját ötleteinket, elgondolásainkat, kérdéseinket háttérbe kell, hogy szorítsuk. Egyszerűen csak próbáljunk meg hallgatni és figyelni Istenre, az ő szavára, indítatásaira. Mai napon kérjük Szűz Máriától, hogy tanuljunk meg az Istenre figyelő hitet, szeretetet, és engedjük magunkban Istent, hogy működjön a mi életünkben. Amen.